Rudas Aranka, a Kutyaszív Alapítvány elnöke elmondta, az állatoknak nagyon nagy stressz jelent az év utolsó napján a hatalmas zaj és a színes fények. Mindenképpen már 31-e előtt fokozottan vigyázunk az állatra, ha közterületre kimegyünk sétáltatni. Feltétlenül szájkosárral, pórázzal tegyük, mert nagyon sok ember már jóval szilveszter előtt durogtat. Figyeljük meg, hogy a kutyánk hogyan reagál ezekre a jelenségekre, és aszerint tervezzük meg a 31-i napunkat. Az állatvédő mindenkinek azt tanácsolja, a szilveszter napján zárják be kedvencüket, vagy engedjék be a lakásba. Véleménye szerint azoknak sem kell attól tartaniuk, hogy a kutya beszokik, akik az év többi napján az udvaron tartják, hiszen az ebb tudja, hogy kint a helye. A mi magatartásunk az mindig tükröződik, áttevődik a kutyára. Hogyha a kutya úgy éli meg, hogy a gazda fokozottan ideges, talán éppen azért szorongunk, hogy éli meg a kutyánk. Tehát ez a hatás oda-vissza működik. És amennyiben azt veszi le a kutya, hogy a gazda feltűnően zaklatott ma, a kutya azzá válik, és még rosszabbul éli meg ezeket a napokat. Hozzátette, kaphatóak olyan gyógyszerek, készítmények, amelyektől az állatok nyugodtak maradnak, esetleg átalusszák a szilveszter éjszakát. Rudas Aranka elmondta azt is, hogy az új év első napjaiban nyakörvel ismertető jeggyel ellátott kutyát talál valaki, hívja bátran a Kutyaszív Alapítványt, akik segítenek visszajuttatni őket a gazdájukhoz.